magunkhoz képest nagyon-nagyon sok hibával játszottunk, és nem tudtuk azt a szintet, azt a nívót hozni, amit eddig az eddigiekben. Bár hozzáteszem, hogy elég magasra raktuk a mércét, főleg támadásba. Ma egy ilyen napunk volt, de a csapatnak a hozzáállása és az attitűdje, én azt gondolom, hogy az példaértékű volt. Az első fél időben, az első 10 percben úgy gondolom, hogy nagyon jól kezdtünk, utána volt egy kisebb hullámvölgyünk, de azt gondolom, hogy kellenek ilyen meccsek, hogy a hullámvölgyekből ki tudjunk jönni, és hogy küzdjünk, meg tudjunk küzdeni egymásért. Ilyenkor mennyire lehet az benne, hogy egy kinti nagy arányú győzelem után talán kicsit nehezebb felpörögni a meccsre? Nem, ilyen probléma nincs nálunk. Talán a koncentrálás, de az nem azért, mert elbizakodottak voltak, az nem volt, és az ugye a kezdés, egy nagyon jó kezdés után megint ott voltak a lehetőségünk, nem úgy koncentráltuk, és azért ez egy BL, tehát ezt ne felejtsük el, ma a Thüringen nagyon-nagyon jól játszott, és az nem jelent semmit, hogy 3 héttel vagy 2 héttel ezelőtt ki mit produkál, mindig az produkál, vagy az számít, amit a pályára kitesz. Igazából senki nem gondolt erre, minden meccs egy új lappal kezdődik, úgyhogy ez nem volt a fejünkben, egyszerűen most rosszabb játékkal vagy nem, de nyertünk is, az számít. Egyedül talán, amit kérdeztem, mert jól játékunk, az a hozzáállásunk, az attitűdünk. The only positive thing I can highlight all is the positive attitude towards the fighting, towards the game. És a kiváló csapatszellem, a küzdeményezésünk. The excellent fight of my team, of the team spirit, what we have in our this cup. Tudomásul kell lenni, hogy nekünk is van ilyen napunk, amikor nem megy. And we have to also honest with ourselves, we have sometimes a day when nothing is going in a good way. De ez is a mi csapatunk természetesen. Mondtad, hogy minden meccs BL döntő a végén, itt erre volt szükség, erre a hozzáállásra? Ez pontosan így van. Tehát ez a fajta csapategység, csapatszellem és küzdeni tudás, ez vitte, mert akkor sem játszottunk jól, ez vitte előre bennünket, és konkrétan ez hozta meg a győzelmet. Yeah, it was a big fight today, and I think Thüringen played a really good game, and they fight in 60 minutes. Egy fantasztikusan nagy küzdelem volt a pályán, Thüringen 60 percen keresztül nagyon jól, nagyon harcosan játszott. We had a little bit of coach change today, but I'm happy with the fight we put into this game, and I think it's good that we don't always win with a lot of goals. It's good we have these games that we need to fight this match to get the win, so it was important for us. Valóban ma nem a nagy arányú győzelem volt, amit a pályán láthattak, de valahol egy kicsit jó is, hogy ilyen mérkőzések is vannak, ahol rámutatnak esetleg a hiányosságaikra, és örülök, hogy a csapat a küzdőszelmével ezen túl. Hogy érzed egyébként, mennyire látszik már a kezed munkája a csapaton, mennyire ez a te csapatod már? Én azt gondolom, ez teljesen egy ugye az én csapatom, hiszen az enyém mindenkor, természetesen ma is a felelősség, amikor jól játszunk, és főleg amikor nem jól játszunk, akkor is mindig az edzői. Most jelen pillanatban a támadójátékunk, ami én azt gondolom, hogy nagyban látszik, amit én szeretnék, a védekezés még nem úgy állt össze, de azért ne felejtsük, hogy 3 hónapja dolgozunk együtt. Hétvégén volt egy kis kiruccanásatok Dunaszerda a helyemeséről, egyszer, hogy éreztétek ott magatokat? Igen, szuper volt, nem jó volt a hangulat. Érdekes volt ugye, hogy nem tudom hány ezen ember előtt ott lettünk, de büszkék vagyunk rájuk, és örültünk, hogy nyertek. Gólnál volt nagy hangrobbanás? Igen, nagyon szuper volt. Sérültek, hogy állnak, illetve mennyire várjátok őket? Tomori Zsuzsi egy 3 hét múlva jön, a Nóra Mölkre talán április-májusban lehet számolni.